ismét megrendezésre került a Societas nyári tábora, ahogyan eddig is minden évben, rengeteg jó programmal, politikai előadásokkal, csapatépítéssel, sok fiatal, jó előadók, jó programok, ezek vagyunk mi, így csináljuk mi, mint Societas a nyári táborunkat, hogyha téged is érdekel, gyere is csatlakozz hozzánk! Most egy olyan helyzet van Magyarországon, hogy sokan pedzegetik azt a kérdést, hogy vajon van-e még bármilyen jövője a baloldali politikának. És hogyha ilyen beszélgetésekre hívnak meg, én mindig azt mondom el, mert ez a meggyőződésem, hogy nagyon is van. Nyilván a magyar baloldali mozgalom nem a sikerei tetőpontján áll, szerintem ez elég egyértelmű. Ugyanakkor talán éppen ez a szituáció teremt lehetőséget arra, hogy fontos a baloldaliság legalapvetőbb kérdéseit föltegyék maguknak azok, akik baloldalinak vallják magukat. És én azt hiszem, hogy annyi igazságtalanság van a magyar társadalomban, olyan mély egyenlőtlenségek feszítik, hogy egészen biztos, hogy a baloldalnak ezzel kapcsolatosan van mondandója, kell, hogy legyen mondandója. És ami egy ilyen beszélgetésben felmerülhet, az, hogy hogyan érdemes ezeket megközelíteni, melyek lehetnek azok az üzenetek, amelyek elvihetők a magyar társadalom széles rétegei számára, és hát akik aztán politizálni akarnak, mert ezt a pályát választották maguknak, azoknak a felelőssége, hogy az ehhez szükséges szervezeti megoldásokat megtalálják, de szerintem a kiinduló pont mindenképpen az, hogy az egyenlőtlenségekkel, igazságtalanságokkal kapcsolatos kérdéseket bátran kinyissuk mindazok, akik baloldalinak valljuk magukat. A nyári tábor az évnek mindig a legfontosabb eseménye nálunk a Societasnál, ugyanis itt tudunk egy olyan platformot létrehozni, ahol közösen gondolkozhatunk, párbeszédet indíthatunk, és megbeszélhetjük a minket érintő legfontosabb kérdéseket és irányokat, kijelölhetjük azt a medret, amiben a következő ciklusban szeretnénk tovább haladni. Nagyon fontos, hogy legyenek ilyen közösségek, és hogy ezeknek legyen tere, ezeknek a beszélgetéseknek, és nagyon fontos, és mi ezt nagyon valljuk, hogy a közösségépítésnek a legfontosabb része a közösen szerzett élmények. Sok minden fölmerült, aminek szerintem föl kellett merülnie. Nyilván aki politizál, az azzal kapcsolatosan tesz fel kérdéseket, hogy ő neki itt és most mit kell csinálnia, hogy vajon mennyire hatnak a szakpolitikai javaslatok, hogy hogyan tehető hitelessé egy bármilyen logo alatt működő baloldal, hogy kikhez kellene eljutni, hogyan kellene eljutni. A magyar társadalom szerintem baloldali politikára nyitottá tehető csoportjai felé. Én azt gondolom, hogy éppen a most fönnálló politikai helyzet teszi azt lehetővé, hogy a baloldal valódi baloldali politikát csináljon. Nem nagyon van versenytárs ezen a téren, miközben számos olyan probléma feszíti az országot, ami szerintem leginkább baloldali válaszokkal oldható meg. Úgyhogy lehet, hogy most a legkönnyebb vagy legtehermentesebb baloldali politikát csinálni, vagy egyáltalán a baloldali gondolatokat bevinni a közéletbe, mert nem annyira a taktikai megfontolások terhelik a baloldaliakat, hanem a legkötetlenebbül és leginkább a belső iránytűjüktől vezérelve fogalmazhatják meg azt, amit ők fontosnak tartanak. Ha üzennem kell nekik valamit, akkor azt, hogy ez az ő idejük, és nekik kell megcsinálni, más nem fogja. Gyertek, vegyetek ti is részt a rendezvényeinken, a Societas mindig várja az új fiatalokat, magvas gondolatok, értelmes párbeszédek, kritikus gondolkozás és jó hangulat. Ne feledjétek, a jövő baloldali és fiatal.